Üdv mindenkinek! Ez itt ismét a győzelem kapuja, ahová nem gondoltam, hogy ma eljutok 4 óra alvás és egy hosszú nap után az egyetemen. De, ez történt. Ami azt jelenti, hogy menjünk végig egy újabb decklisten és nézzük, mire számítsunk. 10-2-nél, 10-1-ig jutottunk a paklival, az hiszem az első vagy második, vagy hiszem 2-0-nál vesztettem egyet, úgy lett 2-1, aztán eljutottunk 10-1-ig, majd egy nagyon izgalmas, kemény meccsen kikaptunk egy Mage-től, úgy lett 10-2, majd egy Hunter a negyedik körben concedelt, mivel silence-eltem a Mad Scientist-jét és megöltem ingyen, aminek nem örült. Szóval nézzük, hogy mivel élünk. Kérem szépen, van 2 Buccaneerünk, ami elég undorítóan jó. Még arrébb kéne raknom a fejemet, talán ez így segítene. Szóval 2 Buccaneerünk, és 1 Deadly Poisonünk, úgyhogy majdnem mindig van szép nagy fegyverünk. Ezt később más lapok is elősegítik majd. 1 Swashburglar, tehát is egy zombi csávot, ez van 4 darab egy vanás minionunk. Ami egyébként is tök hasznos, ráadásul kombó aktiválásra is jók, ugye? Gilblin Stalker, Jewel Scarab, nyilván nem olyan, amit kirakszom második körben. Gilblin Stalker, Pompous Thespian, Puddle Stomper, Stone Splinter Stalk, Undercity Huckster és Undercity Valiant, ebből ugye ez egy nagyon jó lap. Azt jelenti, hogy van 6 darab jó 2 manás és 3-4 darab jó 1 manás minionom. Plusz egy Jewel Scarab, ami nagyon szép megbízható korai akciózás, egy halálos villa. Farseer, Blade Master, Mind Control Tech, amivel szivattunk már meg embereket. Egy Violet Illusionist, a múltkoriban ugye 3 volt, itt csak egy van. Egy Defender Vargus, ami ugye ezzel egészen megbízhatóan tud 2 millió tankolni. Egy Gnomish Inventor, tehát valamennyi laphúzásunk is van ugye a Swashbuckler meg az Undercity Huckster mellé. Infested Tauren, Tanktocka, Spellbreaker, közepes lap, Tankra jó tud lenni, meg igazából most mondom, egy nagyon érdekes módon nyert meg nekünk egy meccset. Tinker Oil, ami Finchi, ugye főleg a fentiekkel együttvéve, sok az olcsó lap segít kombózni, nagyon sok minden segít nekünk, hogy szép nagy fegyverünk legyen, Tomb Pillager Premium 4 manás lap, Dark Iron Skulker, fantasztikus 5 manás lap, Ethereal Peddler, ami igazából egy Pitfighter, ami teljesen rendben van, és ugye van hozzá igazából 2 lap, amivel le lehet értékelni cuccokat. Psychothrone, Shadow Pen Rider, egy Nerubian Prophet, egy Reckless Rocketeer, amit én nem viccelek, egyetlen egyszer nem játszottunk ki az aréna alatt, és egyetlen egyszer sem láttunk az aréna alatt, kivéve egyszer, amikor a kezdőkezemből elhajítottam, soha többet nem láttak, lehet majd most ő lesz a sztár, és a végére egy Bog Creeper. Szóval nem rossz, én 9 győzelembe tippeltem vele, Twitch chat adja azt mondta, hogy 1-3, 2-3, 3 nem lett igazuk, nyilván ritkán van igaz a Twitch-etnek. Na nézzük, hogy... egy Mage az ellenfelünk. Nézzük, hogy mit tehetünk. Másodikként megyünk Mage ellen. Creep itt már konszidált volna. A Coin Dark Iron Skulker annyira nem szexi, mivel lesznek minionjaink. Igazából még a Deadly Forkot is eldobom, mert azt hiszem nagyon nem fér bele, hogy kihagyjam az első kört. Van vagy 8 minion, amit most nekem alkalmas erre. Már teljesen jók vagyunk. Kérdés, mikor akarom kirakni a Swashburglert? Melyik körben? Ha most nem csinál semmit, valószínűleg nem teszem ki a zombi csáva mellé. Egyszerűen azért, mert az érmét azt talán tartogassuk. Coin Tomb Pillager, akkor kvázi csak kölcsön vesszük, ugye? Mindjárt meglátjuk, mi következik most. Sikerült egyből átvennünk a kezdeményezést második helyből, ami elég hasznos. Na, pingel, tetszik. Ez jó kevés, ez nem túl izgalmas cselekedet. Buccaneer is remek, remek, remek. Nagyszerű. Nyilván egy zombicsával az asztalon az ember nem feltétlen bízik abban, hogy 70 millió félsebzéssel azonnal nyer, de ez egy nagyon jó alap, amire építeni lehet. Kivéve, ha ez egy total control mage, mert akkor valószínűleg így is úgy is veszítünk. De jó lesz az. Jó lesz az. Én abban bízom, hogy jó lesz az legalábbis, aztán majd kiderül.
Lehet nem lesz jó. Lehet abszolút lószar lesz. De azt hiszem kevés jobb kezdést kívánhat az ember, mint első kör zombi cseho, második kör passzoló ellenfél. Adjon neki ezt Washburglert, ha az egy Mirror Entity, még csak Buccaneer-t se akarok, mert nem akarom a Buccaneer-s fegyverét elhasználni. És ha nem Mirror Entity, akkor is... Belegyalogolok egy Mind Control tagbe, ez tényes való. De mivel ez valószínűleg egy counterspell, nekem itt valahol komoly tempóveszteséggel kell szembenéznem. Inkább kirak egy két manást? Nem, van valami két manás lapja, azt most már tudjuk. Ha tudok Coin Psychotront, akkor szerintem erősen el kéne gondolkodnom rajta. Mert utána a Darkrai Skullkörrel jó dolgokat lehet csinálni, és ez egy counterspell, akkor az aktiválódó ezzel. Egyrészt plusz 4 fész sebzés, másrészt valószínűleg nem fogja tudni most megölni a tauntomat. A két kicsi minion traki nagyon jó a Dark Iron Skulker, ha egy nagyot, akkor is a 2-2-2-esen miatt ők segíteni fognak szerintem trédelni. Tehát most kirak egy, most mit tudom én, egy 5-5-öst, valószínűleg nem öngyilkolja bele a 2-3-ost a Divine Shield-be. Már az is lehet, hogy de, nagy kiderül. Önnek jó Dark Iron Skulker szaga van. Júi! Júi! Így inkább ki sem rakom a Dark Eyes Skulkert. Tudunk mi jobbat is. Kezdjük ezzel, ha effigy vagy valami, akkor azt... Ne kezdjük ezzel, mert Buccaneer beleütünk. Buccaneer beleütünk, visszajön egy minion. Ez lehet három. Kezdjük ezzel. Csináljunk mágiát! Ez a Pyroblast sokat könnyít a mi stratégiánkon. Hirtelen csak 20 életereje van az ellenfelünknek, ugye? Nem biztos, hogy olyan könnyű lesz azt a maradék két sebzést bevinni egyébként. Ilyen és elszatlanuló geciségek miatt. Csinálok új fegyvert, ezt nem azért raktam ki, hanem azért, hogy kombózhassam az én kis ogrémat, kvázi ogrémat. Ha az arcra megy, akkor szerintem jók leszünk, ugye a Flamestrike-kal nem tud rendesen trédelni. Vajon van eszik vikje? Az elég kétségbe esett húzás, tetszik, nagyon tetszik. Szeretem, ha az ellenfeleim kétségbe vannak esve. Én pedig értelemszerűen, ha máshogy nem két tördöféssel le akarom nyomni 10 rohadt életerőre, hogy utána saját, hát saját Pyroblast-jével pusztítsam el. Van Flamestrike-ja, mondom, ez hirtelen kicsit nehezebbé válik, de akkor is tördöfés a terv. És ha Flamestrike-ol meg tudjuk úszni, hogy ez a Secret valahogy játékba kerüljön, és ami azt illeti, a Pyroblast ki tud jönni a 9. körben. De szerintem, ha lenne Flamestrike-ja, azt mi már láttuk volna most. Úgyhogy én óvatos optimizmussal szemlélem az eseményeket. Az micsoda. Abban minek pingelsz bele? Abban semmi értelme belepingelned, hiszen meg tudod ölni, ha nem akarod megölni, akkor meg minek pingelsz, ugye? Aha, úgy trédel, oké. Okay. Akkor mi bevisszük azt a két sebzést, ha minden jól alakul. Van másik secret nála. Bízom benne, az a secret nem egy ice block, vagy egy ice barrier. Oké. Okay. Ha Injured Blade Master, az ugye azért vicces, mert hogy... nem tudom Dark Iron Skull körözni.
De ez nekem nagyon megnyugtató, hogy ez egy Mirror Entity. Ha van valami hílje, szívunk. Tehát most én nekem ezzel a pyroblasszal kell nyernem és kész. Ójaj. Ójaj. Igazából nem valószínű, hogy te itt életerőt választasz. Tudod, hogy egy lapom van a kezemben. Jó, az van a Conjurerből nagyszerű. Igen, ez sokkal jobb esélyeket ad neki. És most nagyon-nagyon ideges lesz. És meg tudom érteni, én is utálnám magamat a helyében. Dur. Igazából nyilván erre építettem a stratégiámat, hogy vigyük be a 20 sebzést. Mert kaptam egy Pyroblastet. Egyébként mondom, hogy Control Mage-et nem nagyon tudtuk volna megnyerni, tehát szerintem nem nyertünk volna. És a Skype meg legyen kedves nem belepittyegni azért győzelem kapujás videómba az égszerelmére. Ilyet nem szabad csinálni. Szóval meglett a 12. Hype. Föfök appa írják Twitch chaten. Nagyszerű. Nézzük mi jár nekünk a kiváló. Teljesítményért egy pak, 215 arany, még egy pak, egy Patient Assassin, ami 100 dust, 245 arany, két pak, 100 dust, teljesen meg vagyok elégedve. Na, és nézzük mi van a két pakban, nem is tudom mikor láttam utoljára a TGT pakot, amikor egyet kinyitottunk hülyeségből, akkor egy rare-t már találtunk is, Argent Watchman. Egyébként úgy látom semmi izgalmas, úgy látszik sámánnal kell játszanom, azt akarják a Hearthstone istenek. Itt pedig egy semmi, négy másik semmi, és egy Corrupted Seer, milyen stílszerű. Szóval, nem volt ez egy rossz aréna, de azt hiszem az, hogy 12 lett a vége, az egy kicsit átlagon felüli varianciának volt köszönhető, mondhatjuk úgy is, hogy leinspoltoltuk szerencsétlent egy pyroplasztal a sorsportkorból. De hát ilyen a Hearthstone, innen folytatjuk legközelebb.